ugye ott lesz a fák között majd gyakorlatilag. A megújulás előtt álló Tolnai Dunai Holtág látványterveit tekintette meg még nyáron a fejlesztés helyszínén Tolna polgármestere és az önkormányzat osztályvezetője. A területen júliusban kezdtek dolgozni a szakemberek a régóta várt Zöldváros nevű projekt előkészítő munkálatain. Ugye sokat beszéltem már a pályázatokról, mert sokszor szóba esett itt a televízióban is, meg újságokban is, de hát mindenkinek az számít, amikor az első kapavágás elkezdődik. Tehát az, hogy mikor a közbeszerzések hogy folynak meg, a tervezés folyamata hogy zajlik, az nem annyira izgalmas folyamat. Most kezdődött el az a látványos része a Dunapart felújításának, ami én azt gondolom, hogy a város minden lakosát érinti. Bármelyik más projektről beszélünk, vagy gyerekeknek, vagy időseknek szól, vagy iskolásoknak szól. Ez a Dunapart projekt, ami a városlakóknak a Duna partja, még ha nem is a klasszikus Dunáról beszélünk, ugye, mert azért most már 150 éve nem itt folyik az élő víz, de ez valahogy mindenkinek érzelmileg egy kicsit megdobogtatja a szívét. Én azt gondolom, hogyha a Tolnai Dunapart szóba kerül. A modern vízparti környezet nem csak a város vezetői által volt régóta vágyott álom. A település időközben jócskán megváltozott lakosság összetétele, és a, mondjuk ki, egyre több fiatal által támasztott igény is megkövetelte a fejlesztést. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Tolnán született gyerekek néhány éve folyamatosan növekvő számának köszönhetően az óvodai férőhelyek bővítését is meg kellett oldani az önkormányzatnak. A Dunai Holták fejlesztésével is elsősorban a tolnai járásban élő családoknak akart még élhetőbb környezetet teremteni a városvezetés. Itt egy játszótér, a fő attrakciója lesz ennek a Dunaparti felújításnak, ami egy árpóccal együtt 7 méter magas kalózhajót és egy 17 méter hosszú hajót fog jelenteni, tele játékos elemekkel, csúszdákkal, bújócskákkal, kisablakokkal, mozgáskorlátozottak számára is használható részekkel. Ez lesz a fő attrakció, és ezek mellett pedig hinták, rugós játékok, kisházak, egész piciknek, nagyobb, kicsit kisebb hajó. Ezek pedig már néhány hete felvett képek. A Dunaparti attrakció év végére készült el, és mivel a 250 millió forintos fejlesztés teljesen átalakította a vízpart megjelenését, felmerült, hogy az újonnan kialakított térnek legyen hivatalos neve is. Erről döntöttek még decemberben a város képviselői. Tolna város legnagyobb kincse, mondhatom így ezt az új beruházást, a Zöldváros projekt keretében megvalósult Hold Dunaparti szabadidőpark létrehozása felvetette azt az ötletet, hogy idáig csak Dunapartként emlegetett területet, közterületet nevezzük el, kapjon egy önálló elnevezést, és a két helyrazi számon elhelyezkedő, mintegy 3,5 hektáros terület a jövőben az Altaripa szabadidőpark elnevezést fogja viselni. Bizonyára minden tolnai tudja, de a környékbeli települések lakosa is valószínű tisztában vannak vele. Ez egy ókori név, elnevezés Tolnának. Az ókorban, római korban volt Altaripa a megnevezése, ami magyarra fordítva gyakorlatilag magas partot jelent. Vélelmezhetően itt, ezen a magasparti területen helyezkedtek el annó a rómaiaknak az őrtornya, illetve őrtornya. Ez volt az ötletadó. Megváltoztak a közösségi együttélés szabályai Tolnán, erről is decemberben született döntés. Az új szabályok érintik a köztisztasági rendeletet, ami a módosítás után egyértelműen meghatározza például, hogy a Tolnán élőkre milyen köztisztasági kötelezettségek vonatkoznak a saját ingatlanjaikon és a közterületeken. A köztisztasági rendeletünket teljesen megújítottuk részben azért, mert nagyon sok elnevezés, illetve szolgáltató változás történt, amiket át kellett vezetni a rendeletbe. Ugye meghatározásra kerültek pontosan a fogalmak, kitért a rendelet ingatlan tulajdonoson, meghatározásra került, hogy az ingatlan tulajdonosoknak saját ingatlanokon, illetve ami még fontosabb, az ahhoz csatlakozó közterületeken milyen köztisztasági feladatai vannak. És ugyanúgy a közterületről szóló rendeletünk is módosításra került, ahol különböző viselkedési szabályok, elvált viselkedési szabályok vannak meghatározásra.
meghatározva, hogy mit lehet, illetve mit szabad csak engedély mellett, illetve mik azok a tevékenységek, amik tiltottak közterületen. A közösségi együttélés rendeletünk az gyakorlatilag az előző kettő változásainak átvezetése. Ugye ebbe a rendeletbe foglaljuk össze, hogy mik azok az elvárt magatartási normák, illetve hát mik azok, amiket be kell tartani összességében a város közterületein. A képviselők legközelebb január utolsó csütörtökén üléseznek.